9 perc múlva lesz fél 9 koronavírus körképünkkel. Folytatjuk a ma reggel műsorát, de mielőtt kapcsolnánk tudósítóinkat, lássuk a legfrissebb adatokat a járványról, a nagyvilágból. A fertőzöttek száma átlépte a 230 milliót, eddig több mint 6 milliárd adag védőoltást adtak be, a fertőzésbe pedig több mint 4 millió 700 ezeren hunytak el világszerte. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. Lássuk, hogy ma honnan jelentkeznek tudósítóink Európából, ma Romániába, Horvátországba és Szerbiába kapcsolunk, méghozzá ebben a sorrendben. Romániában egy nap alatt több mint 40 települést soroltak be a vörös zónába a koronavírus gyors terjedése miatt. A nagyvárosok közül a negyedik hullámban elsőként Temesváron hétvégi kijárási tilalmat vezettek be, mivel a fertőzési ráta ott már meghaladta a 4000-et. A főváros mellett több megyeszékhely is vörös zónának számít. Beszterce, Nagybánya, Szatmárnémeti és Kolozsvár is átlépte a 3000-es küszöbértéket. Birtalan Albertet kapcsoljuk Kolozsvárról a továbbiakért. Milyen szigorításokat kell betartani a vörös zónába sorolt településeken és helyeken? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Valóban Romániában most már több mint 40 település került a vörös zónába. Ez azért, ugye, mert 3000-es küszöbértéket meghaladtak ezek a települések. Sajnos egyre több van közöttük az erdélyi települések közül is. Kolozs megyében például Katonán mérték a legnagyobb fertőzöttségi rátát, 12000-et is meghaladja itt ez a szám. De sajnos Kolozsvár is átlépte a 3000-es fertőzöttségi arányt, tehát mától éppen lép érvénybe az a szigorítás, ami a 3000 feletti településeken érvényes, vagyis a vörös zónában. Tehát az, hogy kötelezővé tették a zöld igazolvány felmutatását, ez ugye tulajdonképpen az Európai Uniós Covid igazolvány. Ezt fel kell mutatni, ha a mozikba, szórakozóhelyekre, vendéglátóegységekre való belépéskor, de sportrendezvényeken és a nagyobb magánrendezvényeken, mint az esküvők és a keresztelők, tehát itt is fel kell mutatni, annak érdekében, hogy beengedjenek minket az adott rendezvényekre. Kolozsváron tehát ezek a szabályok, és mellette még a vörös zónás település, tehát így itt is azok a szabályok is érvényben vannak, mint a maszkhordás természetesen, a zsúfoltabb helyeken, az állomásokon, iskolák közelében, a különböző beltereken, mellette pedig a vendéglátóegységekben, a szórakozó helyeken az üzemeltetők csak 50%-os kapacitással fogadhatnak vendégeket. Nagyon furcsa az, hogy például tüntetéseken csak 100-an vehetnek részt, ezt sokan kifogásolják, addig, amíg például a különböző szabadtéri fesztiválokon, koncerteken, előadásokon akár 1000-en is részt vehet. A kormány ugye azzal indokolja ezt a döntését, hogy amíg az utóbbi esetében nagyon jól ellenőrizhető az, hogy kik a résztvevők, addig ugye tüntetéseken, hát meglehetősen ellenőrizhetetlen az, hogy kiket engednek be, kik vesznek részt ezen és kik lesznek ott. Temesvár esetében ugye a héten egy egész különleges helyzet állt elő, ugyanis előírta a Vészhelyzeti Bizottság azt, hogy hétvégén kijárási tilalmat rendeljenek el. Ezt viszont most úgy néz ki, hogy feloldják, tehát mégsem lesz érvényes a hétvégén. Ugyanis a kormány felemelte 6000-re a hétvégi kijárási tilalomnak a bevezetését, és csak azokra lesz érvényes az péntek, szombaton és vasárnap történő kijárási tilalom este 8 órától, akik nincsenek beoltva. Mindenki más egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal hagyhatja el az otthonát. Közben elkezdik Romániában is a harmadik dózist, a harmadik oltás felvételét, ha minden igaz a jövő héttől. Milyen feltételekkel kik vehetik igénybe? Romániában jövő 2-től indul el a harmadik oltásnak az adminisztrálása. Ezt mindazok kérhetik, akik már a második vakcinát is megkapták, de legalább fél éve, tehát fél éves időintervallumot határoztak meg a második dózis és a harmadik dózis beadások között. A Johnson & Johnson esetében pedig még egyelőre nem történik meg az oltás beadása, a harmadik, vagyis hát ebben az esetben második, mert ugye csak egy dózisú ez a vakcina. Azt május 4-én kezdték el Romániában beadni, így még ez a meghatározott fél éves időintervallum nem telt le, tehát egyelőre csak azok kapnak vakcinát, akik AstraZeneca-val, Modernával vagy Pfizerrel oltakoztak. Az még nagyon fontos ebben az esetben, hogy mindenki kérheti a vakcinát a megszokott módon, tehát az online platformon, de aki simán besétál egy oltóegységbe, az is megkaphatja bármikor. Egyébként tehát mRNA-s alapú vakcinával fognak oltani, úgy tehát mindenki a Pfizer és a Moderna oltóanyagát kapja meg, azok is, akik AstraZeneca-val oltak.
tiltakoztak. Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter egyébként arra hívta fel a tanárok és a pedagógusok figyelmét, hogy oltassák be magukat, hiszen ez az egyik módja annak, hogy az iskolák bezárását azt kitoljuk, ne kelljen a következő hetekben leállni az iskoláknak. Amióta ugyanakkor bevezették a zöld igazolványt, azt figyelhetjük meg, hogy egyre nagyobb az oltakozási kedv, és például az elmúlt két hétre vetítve az újonnan beoltottak aránya, hát olyan körülbelül szeptember 15-e óta 25%-os növekedést mutat. Kolozsvár és Románia után Horvátország, ahol október elejétől minden egészségügyben és szociális ellátásban dolgozónak rendelkeznie kell védettségi igazolással. Az egészségügyi hatóságok szeptember végére, október elejére várják a negyedik hullám tetőzését, miközben hétről hétre nő a fertőzöttek száma. A kötelező karanténban lévők fele általános és középiskolás diák. Kapcsolunk a részletekért Zágrába, Kriák Krisztinához. Hol tart most a járványhelyzet az országban, és lesznek-e újabb szigorítások? Jó reggelt kívánok! Azon kívül, hogy az egészségügyi és szociális dolgozóknak október elejétől rendelkezniük kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel a munkavégzéshez, nem tervez a kormány újabb szigorításokat bevezetni. Az egészségügyi miniszter a mostani rendeletet azzal magyarázta, hogy alapvető céljuk, de jogi kötelezettségük is a lehető leghatékonyabb módon megakadályozni a vírus betörését az egészségügyi és szociális ellátórendszerbe. Hozzátette, hogy ezzel védeni akarnak mindenkit, nem pedig büntetni. Kiemelte, hogy tiszteletben tartják mindenki választását, ezért az alkalmazottak eldönthetik, beoltják-e magukat, vagy 3 naponta a koronavírus tesztet végeztetnek el. A miniszter szerint, akik megtagadják a tesztelést, elsősorban saját maguknak okoznak problémát azzal, hogy megfosztják magukat a juttatásoktól, mivel így lehetetlenné válik számukra a munkafelvétel, kényszerszabadságra küldik őket, amely alatt nem kapnak fizetést. De mint mondta, gondot okoznak az intézményeknek is, amelyekben dolgoznak, mivel meg kell oldani a helyettesítésüket. S bár az elmúlt egy hétben nőtt a beoltottak száma az egészségügyben, 27 ezer dolgozó még mindig nem rendelkezik védettségi igazolással, mindössze 63%-uk vette fel a vakcinát, közülük kiemelkednek az orvosok, 10-ből 9 orvos be van oltva. Korábban a kormány azt tervezte, hogy az oktatásban is hasonló korlátozásokat vezet be, mint az egészségügyben, de ettől később elállt. Ennek azonban megvan az eredménye. A 10-19 éves korosztályból kerül ki a napi új fertőzöttek fele, és a kötelező karanténban lévők 50%-át is az általános és középiskolás diákok teszik ki. A legfrissebb adatok szerint 10 000 tanuló van jelenleg karanténban, a tanév pedig még csak 2 hete kezdődött el. Házi elkülönítőbe nem kell az egész osztálynak elvonulnia, csak a fertőzött személyeknek és a hozzá legközelebb ülő diáktársaiknak. Hetente átlagban 40%-kal nő a regisztrált fertőzöttek száma, az egészségügyi intézmények pedig folyamatosan bővítik a kapacitásaikat. Jelenleg közel 700-an vannak kórházba, közül 90-en intenzív osztályon. Magas az elhalálozások száma is. Az elmúlt egy hétben 82 beteg hunyt el a COVID-19 betegség szövődményeiben, és 78%-uk nem volt beoltva. Úgyhogy említetted, az orvosok körében jó az átoltottság, ez viszont nem mondható el az országos átoltottságról, tehát a lakosság körében még mindig több, mint a fele nincs az embereknek beoltva. Látni-e valami változást abban, hogy nőne a hajlandóság arra, hogy felvegyék az oltást? Horvátországban a lakosság mindössze 44%-a kapott legalább egy oltást. Az Európai Unióban csak Romániában és Bulgáriában rosszabb a helyzet. A nyáron szinte teljesen leállt az oltás az országban. Szeptemberben valamelyes növekedett, de nem az elvárt ütemben. Augusztus vége óta mindössze 2%-kal nőtt az újonnan beoltottak száma. A hatóságok nem erre számítottak, azt várták, hogy miután mindenki visszatér a szabadságokról és elkezdődik az iskola, sikerül beoltani a lakosság felét, a télig pedig akár elérhetik a célul kitűzött 70%-os közösségi immunitást is. Másrészt valóban semmi kényszerítő intézkedés nem lépett hatályba, ami ösztönözné az embereket. Bár maszkot a legtöbben hordanak, ha üzletben, bevásárlóközpontban, gyógyszertárba mennek, a tömegközlekedési eszközökön is kötelező, de sehol nem kell oltási igazolást felmutatni.
azok, akik más országokba is utaznak a tesztelés körülményessége miatt inkább beoltják magukat, vagy azért, hogy ne kelljen folyton karanténba vonulniuk, mások félnek a betegségtől és egészségügyi okok miatt döntenek a vakcina felvétele mellett, azonban a már említett rendeleten kívül, hogy az egészségügyben kötelezővé teszik a védettségi igazolást, eddig még nem kötötték feltételként egyetlen munkakörbe betöltéséhez sem. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Szerbiában egyre több tanintézményben függesztik fel a jelenléti oktatást, mert sok a fertőzött diák és a tanár is. Újabb szigorítások továbbra sincsenek, az oltás megrekedt, miközben megteltek a kórházak, emelkedik az egy nap alatt elhunytak száma is. Szerbia polgárai a súlyosbodó járványhelyzet miatt egyre kevesebb országba utazhatnak oltási bizonylat vagy negatív PCR-teszt nélkül. Ugyanakkor Szerbiába egyelőre bárki beutazhat mindenféle korlátozás nélkül. Szabadkára kapcsolunk, Mészáros György fog tudósítani. Mit mutatnak a legfrissebb adatok? Kezdjük ezzel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Nos, a szakemberek szerint az elhunytak mintegy 90%-a nem volt beoltva, és növekszik a naponta elhalálozott betegek száma, ugyanis az elmúlt 24 óra adatait, ha figyelembe vesszük, akkor 41 páciens veszített el a küzdelmet a koronavírus szövődményei következtében. Ezzel már csak nem 8000-re emelkedett a járvány szerbiai megjelenése óta elhunytak száma. 6480 új esetszámot azonosítottak be 24 óra leforgása alatt a 21.500 elvégzett tesztből. Ez nagyjából 700-zal kevesebb, mint egy nappal korábban volt, viszont jelentősen emelkedett a kórházban kezelt COVID betegek száma, amely most már megközelíti az 5200-at, és közülük mintegy 200-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Egyébként Belgrádban, a fővárosban 500 koronavírussal fertőződött egyetemista körében végeztek felmérést a fővárosi egyetemista rendelő szakemberei, és az derült ki, hogy az egyetemisták közül, akik megfertőződtek, 80%-uk nem volt beoltva egyetlen vakcinával sem. Egyébként mintegy 16%-uk utazások során, 18%-uk különböző bulikban, és 17%-uk a család körében fertőződött meg. Egyébként a fiatalok körében mindössze 20%-os az átoltottság országos szinten. Ami a szerbiai felnőtt lakosságot illeti, megrekedt az oltakozás, továbbra is 51%-on áll a teljes felnőtt lakosság átoltottsága, akik pedig felvették a vakcina legalább első dózisát, azoknak az aránya 53%. Visszatérve a tanügyi intézményekbe, az ország már mintegy fele áttért az online vagy a kombinált oktatási módszerre, mert egyre több diák és tanár betegszik meg, és a baj csak tetézi, hogy mivel sok tanár beteg, így tanárhiány is fellépett, tehát maga az online oktatás is különböző nehézségekbe ütközik. Volt egy olyan elképzelés is, hogy a diákokat bizonyos rendszerességgel tesztelik, ehhez azonban szülői beleegyezésre van szükség, és ezt egyelőre elhalasztották. Ami a védettségi igazolásokat illeti, minden készen áll ezek kiadására Szerbiában, azonban az egészségügyi államtitkár kijelentése szerint egyelőre még jogászok vizsgálják, hogy ez összhangban van-e Szerbia alkotmányával, illetve nem diszkriminatíve azokkal szemben, akik nem oltották be magukat. Egyébként a legnagyobb napi új esetszámot továbbra is Belgrádban jegyzik, a fővárosban mintegy 2000 új pácienst vesznek nyilvántartásba 24 óra leforgás alatt, de további 10 városban 3 számjegyű a napi új esetek száma, köztük van a vajdasági Újvidék, illetve Mitrovica is. El kell mondani azt, hogy Szabadkán is nagyon sok az új fertőzött, átlagban naponta 100 új szabadkai fertőzöttet vesznek nyilvántartásba, akik közül nem hivatalos információk szerint naponta mintegy 20-at átszállítanak a szeptember 2-án megnyílt újvidéki új COVID kórházba, és sajnos sokan onnan nem térnek vissza élve. Mészáros Györgynek, Kriák Krisztinának és Birtalan Albertnek köszönjük szépen a beszámolót.